Ebédidő az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedőjében. A hetek óta tartó hidegebb időben ide is többen térnek be. Hamar el is fogy a napi 130-180 adag meleg étel. Az évek óta az utcán élő úgymond rutinosabb hajléktalanoknak ez a mínusz 3-5 fok még nem nagy hideg. Ilyenkor behúzódnak jellemzően csatornákba, lépcsőházakba, szerszámos bódékba, de a melegedőket, szállókat is többen keresik fel közülük. Nem csoda, hogy Nyíregyházán is teltház van ezekben a létesítményekben. Az éjjeli menedékhelyünk a 100 férőhelyes, az már túl van a befogadás határán, mert ilyen 120 körüli a befogadásnak a létszáma, amit mi, akik igénybe veszik, de nyilván ilyenkor pótágyakkal mindenkit befogadunk, tehát nincs olyan, hogy valaki az utcán maradjon. Ha nagy, előfordult már, hogy más részleget is megnyitottunk arra, hogy akik csak egy-egy éjszakára akarnak jönni, azoknak oda átirányítjuk őket, mert hogy nem maradhat senki az utcán a nagy hidegben, ez magától értetődő. Az érintett szervezetek segítsége ellenére mégis 74 ember életet követett a hideg idehaza tél elejétől január 5-ig, derül ki a Magyar Szociális Fórum a napokban kiadott jelentéséből. Eszerint a korábbinál többen fagytak meg a szabad ég alatt, de a legtöbben fűtetlen lakásokban hűltek ki végzetesen, illetve kórházba szállításuk közben és beszállításuk után, mert már nem tudtak rajtuk segíteni. Csak becslések vannak Nyíregyháza, mennyien vannak fedél nélkül. Laborci Géza elmondása alapján mintegy 20 olyan ember él a városban, akikben van egy alapvető bizalmatlanság az intézményrendszerrel szemben, ezért nem keresik fel a szállót vagy a melegedőt. Az intézményvezető azonban elmondta, rajtuk hogyan segíthetünk. A legjobb segítség az az, hogyha valaki a szakemberrel együtt próbál segíteni, mert a jó indulatú segítség az nem biztos, hogy mindig célt ér. Tehát mondjuk az utcai kéregetést, én ebben elég egyértelműen azt látom, hogyha valaki az utcán kéreget, az akkor ott, és adok neki, ott tartom az utcán. És akkor azzal az ő helyzet, azzal oda stabilizálom a helyzetét, és nem pedig az ellátórendszerbe jön be, hogy itt szakszerű ellátáson segítsük, és el tudjon induljon fölfelé. Most nyilván mi szívesen fogadunk minden önkéntes segítséget. Szerencsére felajánlókból mindig van, sok önkéntes segít ruha vagy élelmiszeradományokkal. A szeretett szolgálat ellátottjainak száma közben nem változott jelentősen az elmúlt években. Ez a nő már közel 3 éve veszi igénybe a szolgáltatásokat. Napközben bejövünk 8 órakor, onnan ugye feljösszünk kell az éjszakai szállóra, itt egészen bemoljunk délután 4-ig, ebédet, valamikor leves, valamikor krumplit, rizs, mindent felszolgálnak, az éjszakán új szintén van meleg étkezés, de szoktunk magunknak főzni is. A hajléktalan ellátásban a novembertől március végéig tartó periódus krízis időszaknak számít. Ilyenkor más szervekkel összefogva belső jelzőrendszer alapján működik a riasztás baj esetén. A szeretett szolgálat intézményeiben egyébként közel 100-an dolgoznak és segítenek, azért, hogy a bajba jutottak minél hamarabb visszakerülhessenek normál, megszokott életükbe.